Kulturpontot látják. Köszöntöm Önöket! Az idei zsidó művészeti napok részeként különleges koncerten vehettek részt az érdeklődők a MOM Kulturális Központban. Sej Judit és László Boldizsár a Nő illata című zenés estjén tangó és latin stílusú dalokat hallhatott a közönség. Különleges kulturális programok várták a közönséget a másodszor megrendezett zsidó művészeti napokon. A programsorozatba Budapest legismertebb kulturális intézményei kapcsolódtak be. A MOMKULT-ban Sej Judit és László Boldizsár a Nő illata című zenés produkcióját mutatták be. Az előadásban többféle stílust ötvöztek. Megnéztem az Asszony illata című filmet, és az egy nagyon tangóval átított, ugye a leghíresebb betétdal egy tangó. És hát én azt kitaláltam, hogy ez milyen jó pofa koncert lenne, hogyha én ezt egy hölgyel énekelhetném, és a Sej Judit, hát én őt nem gondolnám asszonynak, úgyhogy ezért a Nő illata lett a címe. És aztán összedugtuk a fejünket, Zöldi Gergő, dramaturg, nagyon sok dicséretes munkával már az utóbbi években. Ő állította össze részint zeneileg, meg hát a dramaturgiai szálat is együtt dolgoztuk ki, és egyszer csak összeállt a dolog, zenészek hozzárakták, amit kellett. Kaptunk inspirációt a zsidó művészeti napoktól is, meg hát a műsort is úgy alakítottuk, hogy azért a zsidó kultúra is elég erősen jelen legyen ebben a műsorban. És mint egy szerelem gyerek, hát ez is olyan lesz. A million times I've asked you, and then I asked you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. Először ugye meglepődtem, aztán bátran igent mondtam, akkor elkezdtünk próbálni, akkor még nagy lendület volt bennem, akkor elkezdett a próbák úgy sűrűsödni, akkor ugye volt egy leszállóág, most két napja már nem alszom. Ez az egész este egy új szín lesz. Én ezt még életemben nem csináltam, nem mondom, hogy nem énekeltem, de nem ilyen keretek között, és nem ennyit. Most mondj le róla, amíg lehet, amíg a szégyened elrejtheted, mert úgy is úgy lesz, hogy jön majd más, neked sem ártana a változás. Hát mondj le róla, amíg lehet, ne töltse szíved el a gyűlölet, és lásd be végre, megcsaltad őt, napfényt ígértél, nem jéges őt. Az idei zsidó művészeti napokon 15 helyszínen összesen 24 produkció várta az érdeklődőket. Fontos számunkra, hogy Budapest különböző világi helyszínein megjelenjünk. A mondani valója ettől függetlenül a zsidó művészeti napoknak valahol ugyanaz, mint a zsidó nyári fesztiválé volt, a zsidó kultúra közvetítése. A zsidó kultúra közvetítése, annak a bemutatása korán sem a zsidó közösségnek, hanem a mi rendezvényeink mindenkihez szólnak. A korosztályt szeretnénk egy kicsit fiatalítani, nem egy könnyű feladat,
hiszen a mai fiataloknak valahol egész más az ízlése és más az elvárása, mint ami az én korosztályomnak mondjuk, de sok fiatallal veszem magam körül, és így megpróbáljuk megtalálni a hangot. Duruzsol alkam a busz alattam, nézem, hogy futnak a fák. Fogom a kávém kicsi pohárban, bámulok az ablakon át. Jön egy megálló, soka leszálló, úgy látom, nem sietik el. Zötyögünk szépen, lehet, hogy késem, de tudom, megvársz, hogyha kell. Vigyél el busszal, cammogjunk ússzal, nem kell a nagy rohanás. Mindegy, hogy merre, most már nincs szükség terre, jó ez a kis utazás. Tollakodások, rátaposások, csöpög egy ázott kabát. Szomorú néném, csak a kutyája nézi kendő alá gyűrt haját. Csusszonjunk hátra, s várjuk, hogy hátha másfele visz el a busz. Egyszer jó lenne, ha másfelé menne, jól jönne egy kis plusz. Vigyél el busszal, cammogjunk busszal, nem kell a nagy rohanás. Mindegy, hogy merre, most már nincs szükség tervre, jó ez a kis utazás. Cammogjunk ússzal, nem kell a nagy rohanás. Mindegy, hogy merre, most már nincs szükség tervre, jó ez a kis utazás. Szalad a díszlet, de marad a képlet, körjárat éveken át. S ha jegyem elévül, majd leszállok végül, nem buszozom már. A 60-as, 70-es, 80-as évek világába repít vissza a Pannonia Filmstúdió új kiállítása, amely Dargai Attila rajzfilmrendezőnek állít emléket. A VUK az erdőkapitánya és a Ludas Matyi atya idén lenne 90 éves. Színes magyar rajzjátékfilm rendezte Dargai Attila. Ez áll a Fazekas Mihály elbeszélő költeménye alapján készült legendás rajzfilm egyik plakátján. A Ludas Matyit éppen 40 éve mutatták be, ez minden idők egyik legsikeresebb rajzfilmje. A kerek évfordulóhoz kapcsolódva nyílt meg a Pannonia Filmstúdió új kiállítása, amely egyben Dargai Attilának is emléket állít.
Két fontos apropója van ennek a kiállításnak. Az egyik az, hogy április elején ünnepeltük a Ludas Matyi című film bemutatásának a 40. évfordulóját, a másik pedig az, hogy Dargai Attila az idén lenne 90 éves. Ez egy nagyon jó ürügyet adott arra, hogy megrendezzük neki ezt a kiállítást, ami a Pannonia Stúdió kulturális programjának nagyon fontos részét képezi, ugyanis nagyjából minden hónapban más-más alkotónak szeretnénk lehetőséget biztosítani a bemutatkozásra. A kiállítás két szinten foglal helyet, az alsó szint az teljes egészében a Ludas Matyi anyagának biztosít bemutatkozást, a felső pedig Dargai egyéb jellegű munkáit mutatja be, egész estés filmeket, amikről ő ismerté vált egész Magyarország számára, illetve kevésbé ismert rövid filmeket, valamint olyan filmek anyagát is, amelyek valamilyen oknál fogva nem tudtak megvalósulni. '54-ben foglalhatták el a szinkronosok ezt az épületet, mégpedig azzal a kompromisszummal vagy feltétellel, hogy az akkori rajzosokat is idehozzák. Ez az 50-es évek eleje egy elég szorult helyzet volt a rajzfilmnek, hiszen nem kaptak állami támogatást, és sokáig úgy volt, hogy nincs is igény állami szempontból arra, hogy a magyar rajzfilmgyártás tovább működjön, de végül sikerült kiharcolni, hogy 7 ember beköltözhessen ebbe a stúdióba, Macskási Gyulával, a stúdió alapítóval az élen, és ebben a 7-ben foglalt helyet Dargai Attila is, aki akkor az animátori munkákat látta el. Ez nagyon fontos, hiszen maga az animátor az, aki ad az egész rajzfilmnek. Ő úgymond a színész, tehát aki a naturfilmben, az élőfilmben a színész, az a rajzfilmben az animátor. Dargai Attila múltja már nagyon erősen kapcsolódik ehhez a vonalhoz, hiszen a művészi vén az megvolt benne, felmenői között többen voltak színészek, úgy tudom, hogy az édesanyja például énekesnő volt, tehát neki már a vérében volt eleve ez az egész, az pedig, hogy tudott is rajzolni, magával hozta azt, hogy ő a rajzfilmben fog tovább tevékenykedni, és szerencsés időben is született, hiszen akkor indul be Magyarországon tulajdonképpen a rajzfilmgyártás. A rajzfilmesek többsége, így Dargai Attila is, kezdetben reklámfilmeket készített, majd az 50-es évek végétől kezdett animációs alkotásokat rendezni. Dargai végigjárta tulajdonképpen az animáció minden lépcsőjét. Kezdeti időszakában fázisrajzoló volt, illetve ide-oda rakja emberke, akinek le kellett a régi celluloidokat mosogatni, a papírokat kisimogatni, mert nem voltunk akkor sem gazdag ország, később is nagyon megsínlettük ezt, hogy nem vagyunk gazdagok. Aztán utána már lett animátor, tehát olyan, aki mozdulatokat tervez, később már figurákat tervezett, és a legvégén lett rendező. Több mint 100 film kapcsolódik a nevéhez. Ezek közül is kiemelkedik a Ludas Matyi, amely 1973 és 76 között készült. Olyan filmet szerettek volna létrehozni, amely a gyerekek számára is könnyen érthető, ezzel együtt pedig szórakoztató. A Ludas Matyi című filmet Dargai Attila rendezte, ami nagyon érdekes, hogy a végleges figurának a kialakulása az Jankovics Marcell nevéhez kötődik, tehát ő tervezte azokat a figurákat, amelyeket ma a képernyőn láthatunk, viszont az alsó szintünkön a Ludas Matyi kiállításban szerepelnek eredeti Dargai tervek is. A VUK, az Erdő kapitánya vagy a Gusztáv sorozat Dargai Attila rajzfilmjein generációk nőttek fel. Amiben talán a Dargai Attila leginkább kiemelkedő Magyarországon, az maga az animáció. Az animáció alatt itt most azt értem, hogy a rajzok megmozgatása. Ha megnézzük ezt a mostani kiállítást, nagyon sok figuraterv szerepel rajta a rajzokon. Egyet sem látunk, ami csak mereven beállítva lenne, hanem mindegyik figurája hiába nem mozdul, mégiscsak mozgásban van. Dargai Attila nagyon sokat tanult, nagyon sokat készült erre, hogy erre így képes legyen. Nyilván abban az időben még nem volt ez a fajta tudásanyag annyira elérhető, annyira könnyen megszerezhető, mint ahogy ma, és talán ő az, aki a leginkább képes volt erre, hogy életet leheljen az általa készített figurákba. A Dargai Attila munkásságát bemutató kiállítás május 27-ig lesz látható a Pannonia Filmstúdióban. Különleges produkciók és fergeteges hangulat, ez jellemezte a 21. hegyvidéki néptánc találkozót,
A MOM Kulturális Központ színpadán több száz fiatal mutatta meg tehetségét. A népzenei és néptánc hagyományok megőrzése, bemutatása és továbbadása a célja a több mint két évtizede megrendezett hegyvidéki néptánc találkozónak. A MOM Kulturális Központban az idei rendezvényen is több száz fiatal állt színpadra. Ez a program igencsak egybefort már a Virányosi Közösségi Ház nevével, hiszen a Közösségi Háznak a munkatársai itt a MOM színpadán olyan kiváló színvonalú, reprezentatív bemutatkozási lehetőséget biztosítanak a kerületi és a kerületen kívüli néptáncosok, népdalénekes csoportok számára, amellyel én azt gondolom, hogy valóban igazi fesztivál hangulatot teremtenek mind a közönség, mind pedig a fellépők számára. A színpadon igen sok táncos fog hamarosan megjelenni, akik vagy külön csoportokban, vagy pedig éppen az iskolai oktatás folyamán és azon keretein belül tanulják és sajátítják el az autentikus magyar táncokat. Kiemelt feladatuk a népzenék, a tánchagyományok gyűjtése, azok feldolgozása, és nem utolsó sorban itt a széleskörű terjesztése, többek között itt a MOM színpadán. Már a kerület szinte valamennyi oktatási és közművelődési intézményében zajlik néptáncoktatás. Negyedik éve tanítok az ELTE gyakorló iskolájában, és a jelenlévő három kislányon és a többiekkel, osztálytársaikkal is ennyi ideje dolgozom. Néptáncos alapokkal foglalkozunk, ritmusgyakorlatokkal, népi játékokkal. Ez kiegészíti olykor drámajáték, és játékos tevékenység is. Nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, és minden évben kicsit tartjuk is magunkat ehhez. Egyrészt, mert biztos, hogy akkor évvégére elkészül egy produktum, hiszen ez egy színpadi műfaj, ez fontos. A másik pedig, hogy az gyerekek itt a MOM-ban színházi körülmények között lépnek fel, és azért ez nem mellékes. Ez egy nagyon jó dolog, méltó körülményeket adnak ehhez az egész rendezvényhez. Jól a vízen kicsi ház, benne
Nagyon sok hegyvidéki intézményben a világ szerte ismert tímer módszerrel tanulnak a gyerekek. Ennek révén a fiatalok már egészen kiskorban megismerhetik a még elevenen élő hagyományokat. A sikerélmény az a legfontosabb szerintem a gyermekek meg a fiatalság számára. A másik az, amit a táncolással, amellett, hogy a közösségi lét rendjét is megtanulják, de a sikerélmény fontos, mert amikor őket ünneplik, nekik tapsolnak, az olyan egészséges önbizalmat ad a gyerekeknek, ami nélkül szerintem nem lehet kilépni az életbe. És erre is neveljük őket, hogy meg kell dolgozni a sikerért, de a siker viszont nekik nagyon sok erőt ad, és ez egy olyan dolog, amiért érdemes küzdeni és érdemes dolgozni. A zene összetett hatással van a személyiség fejlődésre, ez az, ami miatt fontos lenne, hogy a gyerekeknek minél több zenei élményben legyen részük, hangzott el egy a mindennapos éneklésről rendezett országos konferencián az ELTE tanítóképző karán. A szakemberek arra hívták fel a figyelmet, hogy énekelni nem csak énekórán lehet. Énekelni bárhol, bármikor lehet, nem csak énekórán, és nem csak a bölcsödékben, óvodákban vagy iskolákban. Erre hívták fel a figyelmet az ELTE tanító és óvóképző karán rendezett mindennapos éneklés konferencia résztvevői. A szakemberek főként azt vitatták meg, hogy hogyan lehetne ismét vonzóvá tenni a közös éneklést. Ebben a már pályán lévő és a leendő pedagógusoknak van meghatározó szerepük. Azt szeretnénk, hogy akik innen kikerülnek vagy itt tanulnak, vagy hozzánk csatlakoznak, mint gyakorló helyszínek, legyen lehetőségük, ahol hozzáférnek módszertani ötletekhez, énekekhez, játékokhoz, játékos ötletekhez. A zene összetett hatással van a személyiség fejlődésre, ez az, ami miatt fontos lenne, hogy a gyerekeknek minél több zenei élményben legyen részük. Én meg vagyok győződve, hogy jelentős hatása van a zenének. Hagy induljak ki a gyermekeimből. Egyik lányom, aki azóta orvos, még a mamája hasában, amikor mi egy Vivaldi kettős versenyt tettünk föl hallgatni, akkor óriásikat rúgott. És én megcsináltam azt a kísérletet, mint egy egész életemben kísérletező
kutató biológus voltam, hogy amikor megszületett Ágnes, akkor is föltettem ugyanazt a lemezt, és hatalmas mosoly reagált. Na most kontrollkísérlet nincsen, de én meg vagyok győződve, hogy nagyon hat, de ennél sokkal úgymond tudományosabb bizonyítékok vannak. Kopp Máriával, a nagyszerű emlékű pszichológus-pszichiáterrel dolgoztunk együtt, és ő mondta azt a szót először ki, hogy mentális epigenetika. Az epigenetika az minden olyan környezeti hatás, ami a szüleinktől örökölt genetikai jellegek megnyilvánulására hat, tehát a táplálkozás, a mozgás, a higiénia és lelki kérdések. És a lelki kérdések között a művészetnek nagyon-nagyon komoly szerepe van. Harmonikusabb, teljesebb, színesebb élete van annak meggyőződésünk, aki művészettel, például zenével foglalkozik. 2015-ben egyébként megalakult a Mindennapos Éneklés Bizottsága, amely az énekkarok erősítését és a mindennapos éneklés feltételeinek megteremtését tűzte ki célul. Friss Kultúrponttal minden szerdán este 8 órakor jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!